Az ájobboldali, ál álkeresztény, álkonzervatív pártok szerte Európában kiválóan betöltik, átveszik a liberáltak, a balfékek szerepét. Nem a nemzeti értékeket, érdekeket védik. Ahogyan az álbaloldaliak sem a dolgozók, a munkásság érdekeivel törődnek saját hatalmukkal foglalkoznak, váltógazdálkodást folytatnak az áll nemzeti jobboldallal. Egymást nem bántják, nem vonják felelősségre. Ellenben, ha valódi jobb, vagy valódi baloldali, tényleg néppárti mozgalom fenyegeti az állbal és az egy egymást váltó uralmát, akkor az álljobboldaliak és az állbaloldaliak összefognak, mint Franciaországban, vagy Németországban, és nagy koalíciót játszanak holott csak az őket kitartó globális pénzügyi uralom átmentéséről van szó. Szíthatjuk persze az aberrált liberálisokat, a liberált balfékeket a nemzetállamok ledarálása miatt ám speciál az európai nemzetállamok maradékát megszüntető, beolvasztó európai egyesült államokat, nem csak azok a krucifix donnervetter, hazáruló, nemzetáruló, ilyen-olyan adta vette, teremtette liberálisok és baloldalia kerültetik a rézangyalukat nekik, hanem azok a fülbemászó nemzeti keresztény, konzervatív szólamokat hangoztató, állítólag jobboldali pártok is. Sőt, az Európai Egyesült Államok megteremtését, az Európai Nemzetállamok megszüntetését éppen a Németországban most is kormányzó CDU, a Keresztény Szociális Unió vezére is célul tűzte ki.